Na, ugye az előző videót ott hagytuk abba, hogy kicseréltem a lengőkart, és hogy azt mondtam, nem tudom, mivel folytatom. Mert akkor még nem tudtam, hogy az még összevágva is ilyen 4 óra hosszúságú lett. Úgyhogy az a videó az ott ért véget. De ja, tennivalók listája az nem szűkült, azóta se. Egyébként nem tudom ez a videó mikor kerül ki, de a lengőkart azt tegnap cseréltem. És ma úgy döntöttem, hogy kicsit ráérek, úgyhogy festés következik. A küszöb végét már lecsiszoltam. Nem a legszebb, de hát ez mindegy, ilyenkor szokott lenni vészmegoldás. Igazából ennyi, hogy simára csiszoltam. És mivel hideg van, ezért van itt egy hősugárzó. Egész eddig alatta volt, egy kicsit azért a felületet megmelegítse. És amit végeztem a festéssel, újra visszateszem, mert ugye most a kompresszor van a helyére bedugva. Ez sem egy hiper-szuper high-tech pisztoly, de végül is 2 hetet kell kibírnia. Utána mindenképp meg lesz javítva, mert tudom, hogy ez csak rosszabb lesz. Szerencsére azért nem rohad az egész panel, de azért itt följebb is egészen idáig sérülések látszódnak, meg még itt is, tehát azért itt egy nagyobb felületet kell majd akkor javítani. Meg itt is van egy orpadás, meg itt, ott is lejött a lak, tehát sok helyen vannak problémák ugye a fényezéssel. De most egyre ez a fontos. Egyébként egyszerre csak egy oldalt csinálok. Valószínűleg be fog indulni a kompresszor, úgyhogy lesz egy kis zaj. Úgy gondolom, hogy egyelőre ennyi. Most kicsit hagyom melegedni, száradni. Aztán visszajövök, megnézem, milyen lett. Meg addig meleg helyre viszem a festéket is. És itt van az a híres másik oldal, majd hogy úgy híres, hogy még nem láttátok, de viszont sokat beszéltem róla. Itt nem muszáj levennem a kereket, elég majd letakarnom, mi vagy ezen a felén nincsen rozsda egyáltalán, kerékáradban, hanem csak itt, de ez is inkább csak felületi. Ennek most gyorsan nekiesek, bár elég hideg van már, meg már fúj is a szél, és kezd is lemenni a nap. Úgyhogy ezt festeni biztosan nem fogom, erről beszélek. Csak lecsiszolom egyelőre, aztán majd holnap. A dűrő talán nem rozsdásodik be. Ez egyébként egy 600-as csiszolópapír. Tudom, nem ezzel kéne kezdenem, de ennél durvábbat sajnos nem tudtam prezentálni magamnak. Ez volt itthon. Röviden. Így mennyivel kényelmesebb. És itt is úgy öröny, mint a túloldalt. Azért vannak már más sérülések itt főleg, bár szerintem ez inkább biztonsági idecsukásból ered. Úgyhogy itt is van még mit javítani ezen a kis folton kívül majd későbbiekben. Na, ez lett végül ebből a sarokból. Nem a legjobb, azért vannak még élek, viszont aminek nagyon örülök, hogy itt teljesen sértetlen a fém. Tehát sehol sincsen rozsda. Itt minden, amit láttunk, az mind csak felületi rozsda volt. Szép fémtiszta most nagyjából az egész. Ennél jobban nem is akarom lecsiszolni. Igazából erre majd holnap ráfújom a szint, és műszakig jó lesz. Utána meg úgyis egy festő végig fogja dolgozni az egész sarkot, az egész ívet itt is, végig mindenhol. Úgyhogy holnap folytatom. Na és nagyjából így néz neki is lefestve ez a küszöb. A másik oldalt nem mutatom meg, mivel hogy azt az előbb megmostam és lejött a festék. Ami azért nem probléma, mivel hogy amit ti még nem tudtok, és az itt van elől, ugye nyilván a rugócsere, vagy felfüggesztés csere, hogy az időközben megtörtént. Tehát már az új teleszkóp van itt. Konkrétan fel lett véve a csere, mind a két nem. Nem lett mind a két oldal, ez az oldal fel lett véve, a másikat meg utána kicseréltem. És miután az egésszel végeztem, cakkumpak, és kész volt az autó, rendben műszakira megvolt. Ja, fönn van az új lökhárító is, de erről ez ugyanaz a történet, de majd később látjátok majd ennek a videóját, bár ez sincs kész. Na, térjünk vissza. A lényeg az, hogy valamiért memóriakártya megmagacsolta magát, és nem adta vissza a felvételt, úgymond. Azt mondta, hogy ez a mappa nem nyitható meg. A Windows meg azt mondta, hogy hibát érzékel, és felajánlotta a javítást, hogy kijavítse. Javíts ki, hátha, mert ugye a harmadszorra se sikerült megnyitni. Azt mondta, hogy javítás. Azt mondta, oké. És kész. Tehát ez egy pillanat alatt történt, és egy az egyben eltűnt az egész mappa. Úgyhogy
Ezzel a kamerával készült felvételek mind elvesztek. A kis kamerával viszonylag kevés felvételt csináltam, azok megvannak, de hát azok láthatjátok, nem túl hasznosak, nincs benne sok információ, úgyhogy ne maradjatok le semmiről. Én ezt ki fogom venni újra, megmutatom, hogyan kell kivenni, és visszateszem. Mintha semmi se történt volna. Megegyezhetünk ebben? Na mindegy, ez lesz. Első és legfontosabb, úgy felemelni az autót, látjátok ott az emelő, hogy szintén mind a két oldal a levegőben legyen, mert megint megszivat minket jól a stabilizátor rúd. Ja, és mivel, hogy ugye nincs meg az előző felvétel, ezért nem tudok ilyen előtte-utána képet mutatni, úgyhogy majd lesz egy utána kép. És nagyon fontos tanács, a légkulcs. Nagyon sokat segít, higgyétek el, mármint időben nagyon sokat tudtok vele spórolni. Mert gyakorlatilag 4 csavar tartja az egész gólyalábat a helyén. Itt ez a kettő, alsó-felső. A fékcsövet tartó csavar, csak meg kell azítani, és le lehet húzni a fékcsövet. Ha nagyon útban van, akkor a féknyelet is le lehet venni, bár lejön anélkül is. És értelemszerűen itt fent a toronycsapágynál is van egy csavar, és ennyi tartja az egészet, úgyhogy ezt most gyorsan ki is kapom nektek. Hát, mivel nemrég meglettek mozgatva ezek a csavarok, ezért nagyon szépen jönnek most széje fele. És elvileg így van. Szépen kijönnek, most azért a fékcsövet leveszem. Égni. Ezt elég csak meglazítani, és utána le lehet húzni erről. Ez a jó benne. Nem kell teljesen szétkapni. Óvatosan. A másik. És azért kell óvatosan, mivel hogy azért van egy kis feszültség még így is a felfüggesztésben. És például ezt a kis kulcsomot, ez be is nyelte. De ugye itt lent nagyjából ennyi dolgunk van, azért a kerékagyra vigyázzunk, ne húzzuk ki nagyon, nehogy kihúzzuk a féltengelyt a váltóból. Valaki ezt úgy csinálja, leveszi a középről az anyát, de szerintem kis odafigyelés azért ez kijön. Én se szedtem le innen az anyát, eléggé meg van az húzva. Aztán végül itt a harmadik csavar. Így néz, ez is új, adják a lengési lapítóhoz. Elvileg ennek már így ki kell jönnie. Így néz. Remek. Kicsit megmostam azért az autót, még megint kikapom, úgyhogy kicsit vizesek itt a dolgok. És innentől folytatásképpen szükségünk lesz egy rugóösszenyomóra. Mindenképp. Tehát ezt rugóösszenyomó nélkül, vagy összehúzató nélkül nem hinném, hogy meg lehetne csinálni. Én csak ezért, az egyszerelésért, és ezért az egy videóért vettem ezeket a rugóösszehúzatókat 4000 forintért. Most a rugónk össze van húzatva annyira, hogy nem feszíti szét magát. Levetjük ezt a felső nagy csavart, vagy anyát. És mivel nem ugrott szét, ezért össze van húzatva a rugó. Fölösleget levesszük. És konkrétan itt a teleszkóp. Ha most ez a régi lenne, akkor ezt most félretenném, ide tenném magam elé az újat, és ugyanebben a sorrendben összeraknám. Amire érdemes figyelni. Vagy kell figyelni. Itt alul viszonylag egyértelmű, van egy bemélyedés, vagy egy pontosabb egy kiálló rész, onnan kell kezdődni a rugónak, és itt a teteje, ami rámegy, ezt ha megnézitek, ez ferde. Tehát ez a sík, és ez a sík nem egyezik. Ezzel van kompenzálva a rugó
spirál alakja miatt szintén a rugó teteje is ferde, és ennek a kis kiálló résznek kell egy vonalban lennie a rugó végével. És úgy lesz pontosan egyenes. És ha nem fordítva akarnám összerakni. Ugye egyébként meg, ezt már hallhattátok tőlem, ha már ennyire szét van szedve, akkor érdemes toronycsapágyat is cserélni. Pár ezer forintos alkatrész, a kettő. Tényleg nem egy nagy tétel. Illetve, akinek nincs elég kulcsa, ő ezt úgy tudja leszedni, hogy a teleszkóp teteje egy belső hadszöget rejt. Tehát egy imbusz kulcsal megfogva, egy mezei villás kulcsal is meg lehet lazítani, anélkül, hogy elforogna a teleszkóp szár. Ugye a légkulcsnál azért nem forog el, mert az üt és nincs ideje, tehát gyakorlatilag a saját lendületénél fogva az álló lendülete, ha mondhatjuk ilyet, statikus lendülete miatt nem fordul el. És most, hogy ez megvan, és nem hagytátok le róla a porvédőt, mert nekem az egyikről sikerült, úgyhogy szedhetem szét még egyszer, kiengedhetjük a rugót. Na és itt tudom megmutatni azt, amiről az előbb beszéltem, hogy a rugó teteje az ugye ferde, de az a ferdeség ki van kompenzálva azzal az egy gyakorlatilag rugótányérral a tetején, és így a csapágyat szépen síkban tartja, vagy legalábbis, hogy pont merőlegesen tartja a csapágyat a tengelyhez. Aztán végül mehet vissza a helyére. Egyetlen dologra kell még odafigyelnetek, hogy itt fönt ezen a gumituskon van egy nyíl. Önmagából kialakítva, ennek hátrafele kell néznie. Így. És a fönt is a helyén van, a tányér anya, és akkor már annyira megfogja, hogy nem esik le. És akkor ez egyelőre itt jól el van. Fönn meghúzom a csavart. Ez megtörtént. És most így a felfüggesztéssel játszva betehetjük a csavarokat. Ugye igazából az elsőt nehéz így betenni. Második már egy kicsivel egyszerűbb, ott igazából ilyen előre-hátra mozgással tudjuk megtalálni, pontosan hol is van a lyuk, ami nekünk kell. Aztán végül jöhet rá a két anya. Hát, ha még a megfelelő méretűvel próbálkoznék. Na, és a nyomatékok is rendben legyenek, mert miért is ne, hagynám ki őket a videóból, ezt a két csavart 75 newtonra kell húzni. Így. A felső két anyát pedig 60-60-ra. Már hogyha az légkulcsal, meg lehet. Nyilván nem. És akkor végül jöhet az igazság pillanata nektek. Mert én már láttam. Sőt, ami azt illeti, a műszaki vizsga is megvolt már. És átmentem műszakin az autó. Ezért is van rajta a másik lakárító. Sajnos időhiány volt, hogy gyorsan, azonnal be kellett fejeznem az autót. És ennyi. Emelőre az ki. Igazából túl sok tervem nem volt ezzel az ültetéssel. Összesen annyi, hogy Fiat betegség, gyári Punto betegség, hogy a hátsó rugók elgyengülnek, és így megül a Puntóknak a hátulja. Tehát mondhatjuk, hogy kétféle Punto van az úton. Az egyik, amelyiknek ennyire alacsony a hátulja, és a másik, aminek magasabb. Na, abban már kicseréltek hátsó rugót. Én viszont nem cserélem ki a hátsó rugót, mert az jó. A hatóságnak nincs vele semmi baja, nekem se. Csak kicsit ronda volt. Úgy nézett ki, mintha állandóan cementes zsákkal meg lenne pakolva az autó belseje, vagy csomagtere. Tehát mondhatom, ha már szét van szedve, akkor ültessük le. Jött egy ilyen komment. És hát, valamilyen szinten talán még igaza is lehet.